Üdv mindenkinek, Necrokrim vagyok, és jöjjön az újabb szint, a legvégső szint, hogy úgy mondjam, amiről a kis sorozatunk szól, a legvégső határ, és ugye ez a Loki megszerzése lenne, hogy egy újabb célkitűzés, egy újabb határ átlépés. Azoknak, akik nem tudják, hogy miről beszélek, hát sajnos kénytelenek lesznek megnézni az előző részeket, linkek ott a leírásban, összefoglalóan, hogy miről is volt szó ezekben a részekben, arról, hogy hát megtaláljuk önmagunkat, célkitűzés, kihívás, és gyakorlatilag az, hogy álljunk félre a saját utunkból, és úgy teremtsük meg magunknak, saját magunknak, hogy mi legyünk jobbak saját erőből, stb. Stb. Szóval, és íme elérkeztünk a Lokihoz, mint ahogy ígértem, és szerintem mostanra már ti is nagyon sokan összeszedtétek, de erre majd egy kicsit rátérünk később. Mégpedig most, ugye hadd említsem meg egy kicsit a játékmenetet, hogy hogyan is értem én el azt, hogy megcsináljam a Lokit. És ez még, ez a játékmenet még azelőtt készült, hogy a Setcomos videó készült, hogy a Juggernautos videó készült, tehát ez volt az első videó, tulajdonképpen ezt elmondom nektek, szóval az első videót. Egy Lokit akartam összeszedni valamilyen videó céljából. És hogy majd lesz rá egy kommentár. Gyakorlatilag ez volt a célom, de egyetlen cél az volt, hogy Loki. És most ugye azt majd felhasználom egy kommentára, így aztán végül haszna lett az egésznek, mert tanultam az esetből, a játékból gyakorlatilag leszűrtem egy nagyon jó leckét, szóval mint alapvetően cél az volt, hogy majd csinálok egy Lokit, és akkor azt felhasználom egy kommentárnál, ami esik úgy puffan kommentárnál, ha éppen van valami mondani valóm. És elkezdtem játszani gyakorlatilag a Light Machine Gunnal, amit az előző részekben is láttatok, és úgy most nagyon taktikus leszek, és nagyon úgy építem fel a videómat, valami hasonló témát is szerettem volna felhozni ezzel a kapcsolatba. Aztán játszok, első játéknál már azon kaptam magam, hogy az ellenfélnek a helikopterét lövöm a Light Machine Gunnal, és mondtam magamban, hát ez így nincs rendben, ugye? Szóval én akarok összeszedni a Lokit, és az ellenfél már előttem összehozott egy helikoptert, na mondom, akkor ez így esélytelen lesz, és miközben nagyban lövöldöztem a helikoptert, így rájöttem az egyik gyakorlatilag önmagammal szemben fenntartott állításomra, amit el is mondtam az egyik videómban, ugye, hogy ne adjam fel önmagam, és van saját stílusom, és használjam azt, és ne felejtsem el azt, hogy honnan jöttem. Szóval ez a játék gyakorlatilag arról szól. És ugye, amit mondani akarok, hogy már én már nagyon régóta Call of Duty-zom, és összeszedtem egy alaptudást, elkezdtem megtanulni a Call of Duty Ghost-ot, és most ezen az úton, ahogy járok, és amit csinálok, emlékeztetnem kellett magamat gyakorlatilag arra, hogy hé-hé, hát figyelj, most a legmagasabb készülékre megyünk, itt a legjobb tudásodat kell adni, a legnagyobb célt kell elérni, itt a legjobb tudásodat kell elővenned, és ne felejtsd, de én személy szerint olyan vagyok, hogyha a legmaximumot kell kihoznom belőle, akkor így lecsendesítem az agyamat, és ahogy jön, ami rám ragadt a tehetség, az ösztön, a tanulás, ami minden volt, az így. Ki? Engedem, hogy kijöjjön, és az egészet csak rábízom a reflexekre, az agyamra, a tudásra, amit fel, tehát gyakorlatilag átadom magamat magamnak, és megcsinálom mindazt, amit szeretnék elérni. És olyankor, amikor nagy a tét, és ezt szeretnék elérni, olyankor kell a legjobban elengedned magad, és a legjobban hagynod, hogy érvényesüljön, amit mind eddig összeszedtél, és hát remélhetőleg össze is szedted mostanra már ezt a tudást, szerintem nagyon sokkal magas szinteket értetek el eddigre, és mindazt úgy tudod igazán érvényesíteni, hogy hagyod is, hogy engeded magad, hogy nem erőlteted mind az egészet, hanem az már benned van, nem te kell kihozd, már kijön magától. Szóval ez, és ekkor tudod elérni a legjobb és legcsúcs teljesítményt. Én legalábbis, tehát nálam ez így működik, hogy hagyom, hogy kijöjjön. Nem erőlködöm, hogy mit is csináltam ekkor, hogy is volt ez? Nem. Hagyom, hogy így kijöjjön az egész, és akkor végérvényesen el tudod érni ezt a célféleséget. Nos,
Gyakorlatilag a rövid mondóval ennyi lett volna. Itt már nem kell sokat szétszomázni arról, hogy mennyire jók vagytok, mert jók vagytok, hogy a Call of Duty egyszerű játék, hogy felelj meg a céljaidnak, hogy rakjál fel kihívást, ezeken mind végigmentünk, mert nem kell sokat szétszomázni. Ami a végső tanulság ebből az egészből az, hogy mind, amit eddig összeszedtél, mind az a tudás, ami eddig megvan, hagyd kijönni. Ne gondolkodj rajta, hagyd kijönni. És hogyha elsőre nem jön össze, játsz még egyet, és egy harmadikat, negyediket, van, amikor csak levezeted a stresszt, és csak hagyd kijönni a tudást, és előbb-utóbb el fogod érni a legmagasabb célt. A legmagasabb célhoz vezető úton időként elbukunk, de erről is volt már egy videó, úgyhogy erről sem fogok már fél órát pofázni. Amiről fogok még itt beszélni, az az lenne, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti elértétek-e a célt. Mondjátok meg nekem, hogy mennyire váltak be a módszerei, mennyire voltak hasznosak, és mennyire segítettek ezek a módszerek ahhoz, hogy elérd a céljaidat, mint inkább azok a módszerek, mint hogy erre kell lőni, itt kell bújni, itt kell menni, ilyen a pályaszerkezet, és itt van a spawn hely, és ilyesmikkel szembe, tehát mennyire volt ez hasznos sorozat számodra, mennyire tudtad elérni, nagyon kíváncsi vagyok, mert hát ez egy ugye egy úgynevezett visszajelzés nekem is, hogy valamit tudok, vagy valamit jól csinálok, úgyhogy én kérlek szépen írjátok meg, hogy mennyire váltak be a módszerek, mennyire válik be az én különlegesebb nézőpontom, és gyakorlatilag ennyi lett volna, amit látjátok, meglett a Loki, én nagyon boldog voltam neki. Amiről én mindig elfeledkezek, vagy sose olvasom el, ne felejtsétek el, hogy két tüzelési módja van, van egy nagy rakéta és egy kis rakéta, jobb és bal egérgomb. Továbbá Kerpekigyöt lehet vele ledobni, és Jaggernautot is, egy asszony Jaggernautot, ami őt szépen körbelövi nektek a terepet, már hogyha rávezetitek őt, hogy erre kéne lőni, és nem arra kéne bujkálni, akkor meg lesz, de minden esetre én úgy gondolom, hogy a Loki az egy nagy eredmény abban, hogy elérjük a célunkat, aki netán még tovább menne egy Camp Strike-ra, vagy valami ilyesmi, én már személy szerint nem akarok Camp Strike-ra menni, semmiképp sem, egy, nem hiszem, hogy már föl tudom magam olyan szintre pörgetni, hogy Camp Strike-ot érjek el, kettő, nekem az lenne a végső határ, ahol már úgy érezném, hogy nincs amiért játszani, úgyhogy ez nálam felejtős, hogy például egy Camp Strike-ot hívjak, és nem is nagyon szeretném, hogyha összejönne, úgyhogy mindig ragaszkodom azokhoz a dolgokhoz, amiért még tudom élvezni a játékot, és a Camp Strike az megint csak egy végső határ lenne, azt nem szeretném elérni, de én azt hiszem, hogy sokan vagytok, akik el szeretnék azt érni, íme itt voltak a módszerek, hogy hogyan, talán hogyan tudnád elérni. Javaslom megnézni ugye a többi videósnak is a videóját, hogy ők is a saját módszerekkel tudnak segíteni, és mind a tudásanyag így összegyűlik, és gyakorlatilag meg is van, amit el szeretnétek kérni. Amint látjátok, én is itt elértem a Lokit, innentől már hihetetlenül bénán kezdek el játszani, meg volt a cél, boldog volt a felszabadult, leszartam mindent, és örültem annak, amit elértem, és csak futkároztam, és lőttem, és igazából nem érdekelt semmi, bementem B-re, pedig sose szoktam bemenni itt B-re, csak akkor, hogyha nagyon megfelelő az alkalom, felrobbanok, meghalok, nem érdekelt. Jól éreztem magam, mert meg volt a cél, és ugye itt megint csak mi hangsúlyozott ki a jutalmat, kielveztem, meg volt, én elértem a célomat gyakorlatilag, úgyhogy meg lehet nyugodni. Innentől tovább az a tudás mind, amit összeszedtem, csak még jobban fog tudni érvényesülni, és előbb-utóbb rájöttök ti is, rájövök én is, hogy nem is volt akkora olyan nehéz, ugye? De ha végig gondolsz, egy olyan úton mentél végig, és egy olyan küzdelmeken gyakorlatilag, amire jó emlékezni, és nagyon sokat tanultunk belőle, és utólag bármilyen nehéz feladat is kerül az utunkba, azt már nem lesz nehéz elérni, mert tudjuk az útját, az odavezető utat tudjuk, hogy voltunk fönt, voltunk lent, és az köztelévő utat tökéletesen tudjuk, hogyan kell elérni a legmagasabb célt, hogyha szükség van rá. Ez egy afféle nyugalmat ad nekünk, hogy mindig tudjunk mosolyogni. Mert és az emberek ilyenkor kérdezik meg tőled, mi az Istenért tudsz te annyit mosolyogni? Mitől? Elmondom, hogy mitől. A magabiztosságtól, onnan, hogy tudom az odavezető utat, a csúcsra vezető utat, és ez a tudás az enyém, és emögé erre bármikor támaszkodhatok, ez az enyém, és
Hogyha ezt már megszereztem, akkor mindig egy magabiztos mosoly fog ülni az arcodon. Azért, mert tudsz. És ez gyakorlatilag mindig is az többi ember fölé fog emelni. Azok az emberek meg, néha szeretek ilyen csúnyán fogalmazni, azok az emberek fölé fog emelni, sajnos így kell mondja, tehát ilyen csúnyán, tehát fölé fog emelni azok az emberek fölé, akik csak a helyet foglalják. Bár bocsánat, hogy ezt mondom, de sokan vannak, igen, olyan emberek, akik csak a helyet foglalják. Azért, mert önmagukat nem találják meg, a céljukat nem találják meg, és fingjuk sincs, hogy az célhoz és a csúcshoz elvezető úton sok munka van, és rengeteget kell tenni, és a saját félelmeik állnak az útjukba. Szóval, kedves nézőhallgató, ne félj elindulni azon az úton, hogy tanulás, ne félj elindulni azon az úton, hogy elérd a célodat, a legmagasabb célodat, és ne felejtsd el, hogy lesz lent, lesz nagyon lent, és akkor később lesz nagyon fent. És ott kezdesz el tudni majd, amikor már nagyon fent vagy, ott kezdesz el majd mosolyogni, hogy benned ez megvan, és te tudod, és már jártál azon az úton, és semmi nem kihívás már, mert tudod, hogy a kihívásért tanulni kell, küzdeni kell, és végül rájössz, hogy ez egy egyszerű dolog, egy egyszerű lépés, és onnantól kezdve már nem számít semmi. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a sorozatot. Kérlek, hagyjátok ott a kommentet, hogy ez mennyire válik be, nem csak játékban, oké? Okay? Mennyire válik be, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy működnek a módszerem. Eddig nagyjából pozitív visszajelzések jöttek, hogy segítettem, hogy ment, hogy jó, és ez nagyon örülök, és ezért is csináltam egy ilyen szellemben egy ilyen új sorozatot. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, sziasztok!